Hello, hello mindenkinek! Ismételten Don't Starve, még a barlang patch előtt járunk pár órával, úgyhogy még valószínűleg nincsen benne a játékban, a 77. napon vagyunk, viszont szerintem a mai nap, ha már felkeltek a fejlesztők is, akkor be fogják tenni a játékba, és akkor én is jelentkezem majd a barlangokkal, addig is próbáljuk kihozni a játékból, amit lehet. Husi, 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 süt. Husi, 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 süt. Na, úgyhogy a mai nap érkezik majd a barlangos patch, amiről majd jelentkezem új videóval, de szerintem csak az este folyamán. Amúgy remélem mindenkinek jól telt a pünkösdi hosszú hétvége. Én szokás szerint végig dolgoztam az egészet, illetve tegnap nem volt videó, mivel a nap egyik felében járkálnom kellett, a másik felében a munkahelyemen voltam és dolgoztam, úgyhogy többen kérdeztétek, hogy miért nem volt videó, hát ezért. De ma már ismételten itt vagyok újabb videókkal, és remélem, hogy tudok mindenkit kárpótolni érte. Na, méheske hagyjál. Mondom, hash. Hash, mert le leszel ütve. Na azért. Na, ezt berakjuk hűtőbe. Meg a répikét is. Mondom a répát. Na, úgyhogy még a patch előtt jelentkezem egy utolsó kis túlélő kalanddal. Majd szerintem még a mai nap fogok videót készíteni este, ha hazajöttem a munkából. A legújabb barlangászásról. Hát remélem nem fogom ott hagyni a karakteremet a barlangba holtan, de majd igyekezni fogok. De hogyha esetleg este már hullafáradt lennék, és nem tudnám megcsinálni a videót, akkor maximum ez holnapra marad, de holnap már tényleg megpróbálok egy videóval jelentkezni erről. Ha esetleg valaki kihagyta volna az előző részt, érdemes bepótolni, mert igen, csak eseménydúsra sikeredett. Na, volt bele minden, ami kellett. Elefántgyilkolászás, építkezés. Vessük el a magvakat. Jó, meg is trágyázom. Na, így a jó. Most sütök egy picit. Na, és itt az éjszaka. Fokat is begyűjtjük. Eltesszük a hűtőbe a húsos fazék. Húsos fazekakat. Istenem, ez a hűtő a legjobb dolog ebben a játékban, süszöm. Na, azt mondja, hogy... kezdek megőrülni. Nem baj, legalább legyakom a kicsit az árnyakat. Ó, és már nappal, hát a nyár közepén járunk. Nincs ennél jobb. Szerintem megsütöm már ezeket a húsokat is, mert kezdenek megromlani. Jó, akkor még ezt is ide. És másik két húst azt megtartósítok. Na, van itt kérem most így elemózsia gyártás. Gőzerővel. Na, már csak azt kéne kitalálom, hogy a mai videó 5 napja alatt mit csinálja pontosan. De szerintem megőrülés lesz, és akkor vadászok árnyakra. Illetve még kicsit a HP-mat feljebb kéne tornáznom. Veszem egy kis mézet.
Az mindig gyógyír a bajra. Ó, most így megpróbálok visszagondolni az elmúlt videókra, hogy mit nem csináltam még. Hát azért jó sok dolgot, meg most jönnek a barlangok, és akkor még több dolgot tudok majd nektek bemutatni, ami egyben nekem is újdonság lesz. Csinálok pár csapdát, szerintem, meg egy... mi ez? Jó, meg kiásom a... kell ez rűzse kell. Kiásom az itt hagyott fatuskókat. Jól van, megvan az aranylapátunk is. Az előző részben rám támadt egy rahedli farkas. Meg hogyha erőt teszem be, valamelyik néző mondta tipnek, hogy próbáljam meg a vasvillával felszedni itt az újra születő hely mellett itt a fát, úgyhogy ezt is megcsinálom, úgyhogy köszönöm szépen ezután is a tippet. Most még szerintem elmegyek kiásni a sírokat, hát ha találok valami jó dolgot benne. Mondjuk a sírásással csökken a jó zenész, úgyhogy valószínűleg utána harcolhatok is ezekkel a jó kis cuccokkal. Hop 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 hop. Na, most mivel már kicsit meg vagyok őrülve, itt a nyuszikból ilyen szőrös bigyó lett. És hogyha azokat elkezdem levadászni, akkor egyrészt szőrt dobnak. Másrészt... nem utolsó sorban dobhatnak Nightmare Fuel-t. Úgyhogy ezért is már csak megéri őket levadászni. Mondjuk Wilsonnal vagyok, úgyhogy a szőrszál gyűjtés az gyárilag is megvan oldva a szakállam miatt. De azoknak, akiknek esetleg más karaktere van, akkor ha lemennek 80 józanész alá, akkor alternatíva lehet, hogyha a nyuszikat levadásszák így, ilyen formában, mert akkor azok is dobnak szőrt. Jó dolog ez, mi? Hmm. Hol voltak nyulak? Azt hiszem itt. Elmegyek még értük. Elmegyek. Tudok. Bár hogyha már kezd besötétedni, akkor azt hiszem a nyulak nem jönnek elő, úgyhogy gyorsan kell cselekednem. Illetve így már a 78. napom. Kicsit utána néztem, mert az előző epizódban az a sok kutya egy kicsit kellemetlen volt. Úgyhogy úgy néz ki a történet, hogy a 6. naptól már jöhetnek a kutyák. És attól függően, hogy mennyire előre haladott vagy a játékban. Na, ez csak szörnyű húsit dobott. Na tessék. Na majd holnap visszajövök. Meg fogunk örülni, meg fogunk örülni, és jallalalala. Oh yeah. Mi kell az új kisbaltához? Ja, szedjünk rőzsét. Egy rőzse. Kettő rőzse. Három rőzse. Négy rőzse. Kis balta az jobb, ha mindig van nálam, mert ki tudja, mire kellhet. Hát, ha épp elfogy a tűzifa és nincs nálam, és akkor
Éjszaka pusztulok meg. Az meg nem lenne jó. Már előre félek, hogy lemegyek a barlangba és ott fogok megpusztulni ezzel a karival. Már nem ismerem még a járást ott annyira. De csak nem. Na úgyhogy a következő epizódban már mindenképp azoknak is érdemes velem tartani, akik még eddig nem, mert tényleg vadonatúj dolgokról lesz szó. Jó, akkor következő nap vadászok pár nyulat. Hopp, 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 hopp. Most ezt inkább itt lerakom a tatyót, és felveszem a rucit. Megteszek a tűzre. Őröket is beteszem őreg ládikába. 15 szűröcske, meg még a marha pásztorkodást is ki akarom már próbálni. Mit süssünk máma? Játék és muzsika 10 percben. Csinálok egy ilyen húsos lecsót. Ez a probléma nem lesz. Szerintem meg is eszem, amint kész. Na, hogy áll a józa? Nézd, 64, és van egy suhintásom, úgyhogy majd el kell menjek olyan bigyóér is, olyan mocsári szörny csápér. Na, közben megérett a kukoricám. Gyorsan ütőbe véle. A fenét ide be. Most leszüretelem a mézikét. Hop hop. Na, és egy ilyen mézes mustáros csirkét kaptam. Tetszik ez a főzés, tényleg nagyon kis extra poén a játékban. Na, ezt meg is esszük. Ó, és ez még a józan eszünket is visszatöltötte, a mézes húsi. 5-tel, ha jól számolom. Na, sülj meg, sülj meg, sülj meg! Plant. A fenét, elindulok. Na, majd este, ha visszajöttem. Hagyjatok nagyon csöndben. Jó a vadászom. Hogy kedves Elmer Fudd is mondaná. Ezt se dobnád Nightmare Fuel-t. Mi is kell a boomeranghoz? Pókháló szénfa. Nyugi nyuszika. Na, ott a Nightmare Fuel. Mennyi is kell ehhez a szutyokhoz? Nem írja. Hát kelleni fog egy pár. Érdemes a space nyomva tartani a boomerang visszaérkezésekor, mert ha nem, akkor fejbe fog kólintani minket. A saját boomerangunk, és levesz némi HP-t. Még két használat van.
Jó, ez a bumerang. Csak gyorsan elkapik. Jó, még elmegyek délre picit sírt ásni. Na, nyuszika, semmi probléma nincs itt, kérem. Ó, erre jártam. ...79. nap, mindjárt 80 napos leszek, úristen! Mi van itt? Ez mi? Valami kábel. Egy kék gyémán. Pont ezt akartam. Vagy el, 48, jó, tovább nem csökkentem magam, mert még itt problémák lesznek. Talán még egy... egyet kiások. Hát... inkább vágok fát. Sötét lett. Atyagatya. Nagyon gyorsan takarodjunk vissza a bázisra. Hipersebességgel. Ahhoz képest, hogy milyen kis alanyos ez a játék. Ugyanolyan sötét és hát borongós a hangulata. Úgyhogy... az érzékenyebb lelki világok egy idő után lehet, hogy szorongani fognak tőle. Szerencsére én nem tartozom ebbe a kategóriába. A magokat ezt bespájzolom. Mit teszem bele, ezt is beteszem a hűtőbe. Lehet kéne még egy hűtőt csináljak lassan egyébként, mert kezd megtelni. Rám törni az őrület. Ne bánts, méhecske. Itt se vagyok. Jó, szerintem ezt így gyorsan bezabbantom. Ah, de jól esett. Tehát ott tartottunk a magokat a spájzba. Azért nézem, elég jól állok a hűtővel. Na, rakok a tűzre. Szerintem holnapi nap elzarándokolok éjszakra a mocsárba. Plusz még ide a malac királyhoz elviszem a kütyüket. Ez megad nekem érte sok aranyat. Ezt megnézem, hogy hány Nightmare Fuelre lesz szükségem. Mi megcsináljam a Shadow Manipulator-t. 10, atya úristen. Plusz még le kell öljek egy élő fát is. Harvest Crop. Na, ez a kedves kis behemót is itt már egyre agresszívabban jön. Csinálok egy ilyen fagy akármit. Még négy húsi és ezért kéne csinálni egy ilyen meat effigy-t, úgyhogy
Szerintem még egy fánit is le fogok vadászni. Kéne egy láncsa. Volt nekem láncsám? Nem, ott nem volt. Talán a Chesterbe, ott sem volt. Ó, de viszont ott volt egy ásó. Na jó, ez majd a holnapi napra marad. Megyünk valami finom mézes húsit. Elvetek egy újabb napot. Egyre durvábbak ezek a hallucinációk, ahogy nézem. Hol tartok? 38. Szerintem mindjárt betámad ez a böszmedög is. Valóban visszatölt. Na nézzük, csak van nálam ilyen vacak. Ja, a robot az kell, a fogsor is kell, meg ez a vigyó is. Jó, na, beteszem a madarat. A raktárba. Na jó, zúzás éjszakra. Hű, ez az őrület hang azért nem semmi, így a háttérben most már egyre durvább. Kutyaugatás is van. Na, és 80 napos lettem. Hú-hú. Öröm és bódottá. Itt vannak a békák. Kicsit az úton megyek, mert gyorsabb. Van, megyek végig az úton, aztán ott át az erdőbe. Az erdőn de pedig ott a V alakú elágazásnál az éjszakra kell rátérnem, és akkor jó lesz. Jó sok méhecske. Na jó, hát ha nem őrülök meg hamarosan, hogy elnáspángolhatjak egy-két árnyat, akkor muszáj leszek valami más. Ó, viszont szedek így gyorsan egy-két szenet. Na, pókica hagyja. Malac királyhoz megyek, nem veled van dolgom. Na, és meg is jöttem. Hello, disznó! Milyen boldog, nézzétek! Jó, odaadjuk neki a robot Robit. Jó, ez nagyon tetszett neki. Hát igen, ezeket a feleslegesnek tűnő tárgyakat, amiket nem tudtok semmire sem használni, azt a malac királynak lehet odaadni, és akkor ő ad érte aranyat, úgyhogy ha már nincs több aranybánya, ezeket itt még lehet nagyon jól hasznosítani. Ezt a kazút is odaadom, hogy mi a túró ez. Jó, ezért is ad kettő. 3, 4, 5, 6 aranyat. Na, ez jó kör volt. Adok neked egy szörnyhúst. Na, és a disznókkal így lehet barátságot kötni, hogyha adsz nekik valami husikát.
Na jó, de most ideje hazatérni. Na, úgyhogy a mocsári kaland az inkább holnapra marad. Na, hántok egy kis szalmát. Jönnek a farkaskomák is. Na jó, úgyhogy 30 másodpercen maradt. Megyek gyorsan a bacikhoz. Célszer számot bekészítem. Igen, hallottam. Gyertek, pocik! A segítségetekre van szükségem. Csak meg ne gyulladjanak, vagy meg ne halljanak a tűzbe a szegény bocik. Jó, ennyi volt. Köszöntök mindenkinek a közreműködését. Na, én meg szerintem itt éjszakázom. Na, egy kis magot azt teszek. Szotyit, ha már másra nem fussa. Szedek egy kis szalmát is. Na, lássuk, mit is akartam csinálni. Ez kell egy kötél, kő, meg gaj. Jó, és akkor megcsinálok belőle egy fagyibotot. Kötél. Jó, akkor immáron rám támadhatnak ezek a nyavajások is. Mi kell nekem? Jó, kis balta. Jó, teljesen megőrültem, megvirathatta. Erről van szó, kérem szépen. Na gyere te, mocsok. Na és egy már Nightmare Fuel-em is van. Jó kör volt. Köszönet a baciknak az éjszaka való közreműködésért. Jó, egy fa. Jó, szóval már 4 Nightmare Fuel-em van odahaza. Úgyhogy már csak párra lesz szükségem. De közben néhány sem kéne halni. Mi van 40? Jó, egy virágot leszedek azért. Tartson ki, amíg itt a mocsárban kalandozom. 81. nap. Na, erre gondoltam én is. Elintézik helyett a piszkos munkát.
Jók ezek a mocsári halszörnyek, vagy nem tudom micsodák. Csak dobjon olyan csápot. Na és ez nem dobott. Kár. Hopp, nem figyeltem. Na majd ott a pókica szörny az leveri ezt a cuccot. Most azzal a pókkal nem állnék le még ott hepciáskodni. És még az se dobott olyat. Ennyi, no. Ne engem bántsál, te szerencsétlen. Sok itt az élő lény. Kijött a vegetáció is, pópok. Békacom. Viszont én éhen ne halljak. Fogsejem. Nem max megeszem a szörnyet. Na, ott van a cucc, amiért jöttem. Jó, nagyon jó. Beszerző körútunk. Következő állomása. Valamit ki kell dobja kezért. Szörnyhúst. Na jó, gajat kidobom. Gyógyítok, és takarodok haza. Hű-hű. Na, ez izgalmas volt. Hogy állok józan ésszel? Jó, meg lesz ez még. Na, gyorsan haza, 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 haza. A pulyka. Ilyen pulyka. Na mindegy. Na és otthon hatalmas lakomát csapok, vadonult új kis tüskés bököm tiszteletére. Tüske bökim tiszteletére. Jó lesz ez. Láncsát is megcsinálom gyorsba. Na és még helyem is lett. Na és jött most már az ice stuff is. Szuper, van minden, ami köld. Akár már le is gyilkolhatom a fát. Na, otthon, édes otthon. Most betesszük. Magukat ide. Ezt elvetem. Sárkánygyümölcsöt, vagy nem tudom minek nevezik, ez milyenek a neve? Igen, sárkánygyümölcs, jól mondom. Elvetem. Jó.
Ó, most már rám fognak támadni az árnyak is. Nesze. Nesze. Na, plusz egy Nightmare Fuel. Nem veszélytelen ennek a begyűjtése, ezt hozzá kell tegyem. Hopsz, de kajálni kell gyorsan. Mert éhen veszek. Na, hő. Még jó, hogy elraktam egy ilyen húsos bigyót. Néheket is begyűjtjük. Méz, finom méz. Is akartam csinálni. Még. Ja igen, a Meat Effigy-t, egy újat. Ahhoz husi kell. Jó, szerintem levadászom a fánit és gyűjtök még fát. Ez jó sok fa kell mondjuk. Na. Teszek a tűzre. Kibírja ezt? Ja, ez meg kibírja. Mondom, kibírja, mert ugye kibírja. Na azért. Jó, akkor csinálok pár falapot. Támadást bírok ki nagyjából, aztán meghalok. Itt meg nem tesz az ember. Ja, boomerangot akartam tényleg. Azt meg is csinálom. Na, ehhez kellett a fa. Még egy boomerangot csinálok. Plusz... csinálok még egy faruhát, esetleg elkopna a régi, ahhoz viszont kell még egy kötél, meg jó pár fa. És se baj, van itt minden a közelben szerencsére. 8 darab fa. Az aranyat azt lepakolom. Na úgyhogy 82. nap itt a környéken fog csak telni. A helyben fogok csak maradni. Nem megyek messze. Most fő a biztonság, főleg ha már itt közel járok az őrülethez. De remélem, hogy még ebben a videóban meg tudom csinálni azt a Shadow manipulátort. Meg még most felszedem onnan a fa alapzatot. Itt volt valahol délre az ent, és még le kéne vadászni most már, de arra rá kell kicsit készülni. Na, és csak rohadt hús dobott. A farkasok ellen akarok még egy ilyen csapdasarkot. Ha esetleg para van, akkor odafutok, még itthon, és akkor azok megdöglesztik nekem az összes farkast. Jó, és akkor jöhet a... Isten, mit akartam, ja igen, ilyen picit. Jó, és akkor most már tényleg mehetek vadászni.
ezért beletesszük. A madár kalickának egyelőre még nem sok hasznát veszem. Madarakat is lehet etetni amúgy, és akkor dobnak mindenféle jó dolgot. Ja, igen, egy vasvillát akartam még. Két kő és két rőzse. Szekövem is volt valahol. Itt is van. Ez. Kövecskét megyünk vissza a raktárba. Jó, és akkor a vasvillával meg felszedjük a talapzatot. Társban vagyok éppen. Nem baj, legalább az ent is rám fog gerjedni. Jó mérges lesz. Én meg szépen eliminálom. Azt talán jó jár, de sötét van. Milyen jó, hogy fát ültettem így a fapadlóra. Teljesen proper. Na, és akkor tovább. Ide is. Ide is. Meg ide is. Na, egyre otthonosabb itt a hely. Na, én közben készítek valami hamit, mert... nehogy éhen pusztuljak. Na, lássuk, mit kéne. Szerintem csinálok valamit a húsokból, meg a mézből. De már egyre több szutyok van nálam, hogy le kéne pakolni. Jó, berakom ide a köveket. Ezt a vasvillát itt hagyom a farm mellett. Begyújtok. Na. Jött az a kis böhöm. Már megindult felém, láttam. De aztán elment. Gondolom érezte a vesztét. Na, jön már, jön már. Na, gyere babám, gyere! Vissza ide. Ezért nem tanácsos kimaradni a sötétben. Na, és megvan ez is. 38-szor lementem. Vagy hát föl, ahogy vesszük. Most már csak 4 Nightmare Fuelre van szükségem. Szerintem a nyulak levadászásából meg is lesz az. Viszont gyógyítanom kéne magamon. Szerintem elmegyek a nyuszikért. Szűrös, bozontos, loncsos nyulakért.
szervelni tőlük ilyen Nightmare Fuel-t. Ó, ott is van. Gyere, gyuzi, buzi, buzi. Nem nyert. Jó, hogy ezek a nyulak ilyen gyakran újra termelődnek. Gyere, nyuzi, muzi, muzi. Ó, már csak hár. Ó, és elfelejtettem elkapni. Ajaj. Kettő. Ó, ez a bumerang. Előbb-utóbb azt is végre megjegyzem, hogy mi kell ahhoz, hogy megcsináljam, úgyhogy ezt is mindig érdemes kéznél tartani. De hál' Istennek itt van nálam a jégbot is, mint távolsági fegyver. Nem nyert. Ez sem nyert. Ó, de szerintem ez is mindjárt be fog támadni. Ezzel már jó is leszek. Na, gyere te, szemét! Na, azt szerintem egyszerűbb, hogyha már ezt így a nyulakból megoldom. Nagyon jó, erről van szó, kérem szépen. Jó, akkor megvan a 10 Nightmare Fuel. Akkor a kristály is megvan. Most már nem lesz másra szükségem, mint egy entre. Az élő fa anyag véget. És szerintem el is megyek most érte. Na, úgyhogy így a videó végére, aki idáig kitartott. Jó hír, megyek entet ölni. Csak hogy legyen valami plusz akció még így a végére. Remélem nem döglök meg. Jó, és a virágokat is kicsit felszedem. Jó, józanész. Jó, de előtte még kaja. Na, úgyhogy entölés, alapkövetelmények. Keress egy entet. Van. Na, az ent, amit tudni érdemes, rohadt sok HP-ja van, de viszont nagyon lassú. Hopp, kicsit bugos lett. Na, de viszont befagyasztható. És amíg befagyott, addig meg lehet őt oltalmazni. Érdemes ilyenkor magunknál tartani egy ilyen tüskés karmot, és azzal rombá ütni. Hogyha esetleg kiolvadna, akkor pedig újra befagyasztani. Na, és ennyi is volt. Hát így nem volt túl akciódus, de hát túlélésre játszunk. Majd a pókicával is ezt eljátszom. Na, és most már nincs más hátra, mint 10 Nightmare Fuel, és a kristály, és jöhet is az árny manipulátor, kérem szépen. Amit így szépen lehelyezek, hát valami azért van, ami még csak valami jobb helyre kéne. És még egy Nightmare Fuel-em, ez még lett is. Hova helyezzük le? Hova helyezzük le? Hát valóban ide. Lerakom. Jól fog ez itt mutatni. Hát ide. Ide lerakom, jó lesz ez itt. Haha, kész az árny manipulátorom is. Most már minden akadály elhárult előlem, hogy kifejlesszek mindent.
Viszont ezt az epizódot szerintem itt hagynám félbe. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok a 83. napig. És ma érkezik a barlangos patch, amit szintén meg fogok nektek mutatni legkésőbb a holnapi nap folyamán. Na, úgyhogy addig is ne éhezzetek, legyetek jók, és jövök egy újabb videóval. Sziasztok!